Átállt a tavaszi-nyári munkákra a Magyar Közút. Március 15-én véget ért a téli üzemeltetési időszak, egyúttal pedig elkezdődött a gépek nyári munkákra történő felkészítése. A Magyar Közút Nonprofit ZRT április 5-én tartotta tavaszi gépszemléjét a megyeszékhelyen lévő mérnökségén. A 2022-2023-as téli időszak az átlagosnál enyhébb és kevésbé csapadékos volt, ami a só felhasználási adatokban és a síkos havas napok számában is megmutatkozott. Televíziónknak Lehel Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatója beszámolt a téli időszak eredményeiről is. 2022-23-as tél, ez az elmúlt 100 év második legmelegebb tele volt, hál' Istennek, és reméljük a következő év majd a legmelegebb lesz, de mi ebben nem reménykedhetünk, és ezért minden egyes téli időszak előtt november 10-ig, amikor átállunk a nyári gépekről a téli üzemeltetésre, a téli gépparkkal, felkészülünk, nagyon komoly meteorológiai előjelzésekkel, gépesítéssel, gépparkkal a téli gépszemlén. Felkészültünk rá, két üzemelőségünk van, Salgótarján és Balassagyarmat, 50, Balassagyarmaton 30 nap síkosságmentesítési napunk volt, és hóeltakarítás Salgótarjánban 6, Balassagyarmaton pedig 3, tehát ebből is látszik, hogy azért volt munkánk. Be van tárolva a két mérnökségen, összesen 4200 tonna só van, 4, 2 itt, 2 ott kálciumklorid tartály, ezek 10 köbméteresek összességében, és egyéb olyan anyagunk is van, amivel síkosságmentesítést tudunk végezni. Gyakorlatilag az idei tél az egy ilyen közepesnek mondható anyagfelhasználásban. 2000 tonna sót használtunk el, kis kálciumkloridot nedvesített szórásra. Ilyenkor minden egyes út mellé, ahol a domborzati viszonyok olyanok, ilyen mentesítő anyagot helyezünk ki az állampolgárok részére, ezt jelezzük is egy ilyen félbevágott vezetőoszloppal, és ilyen 5-7 kilométer nagyságrendben helyezünk ki hófogó védműveket, ami a hófúvás ellen véd minket. Most egy kicsit majd több lesz, mert elkezdtünk egy olyan projektet, ahol a növényzet gondozás miatt Isten igazából majd szükségeltetik a szél és az egyéb ilyen meteorológiai paraméterek miatt majd kihelyezni hóvédműveket. A téli időszak a jogszabály szerint március 15-én véget ért, azonban pár nappal meghosszabbításra került, de az átállás után el is kezdődnek a nyári munkák. Minden mérnökségen minden nap egy műszaki ügyeletes és 3 bármikor hadrafogható kollega ügyeletbe van beosztva. Hogyha téli védekezés szükséges, akkor van még 3 gépünk szerelve minden mérnökségen, adapterekkel, vagy hogyha bármilyen olyan elhárítás van, akkor őket bármikor hadra lehet fogni. Isten igazából most kezdjük majd el az átállás után a nyári munkáinkat, ez kátyúzással, növényzetgondozással és hát rengeteg szemétszedéssel telik. A hét elején két projekt is elindult, ami a térségben jelentős megújítást jelent. Ezek már tavaly aláírásra kerültek, csak a téli üzemeltetés miatt a munkaterületeket visszavettük, és hétfői napon a Héjalom megyehatár és Nagylós-Zsúnypuszta közt összességében 1 milliárd 500 millió forint bruttó értékben 8 kilométer, 4 kilométer fog megújulni. Ezeknek az átfutás ideje 120 nap, egy olyan egyik helyen 3000, a másik helyen 2500-600 köbméter aszfalt kerül beépítésre, 2 réteg marás mellett lesznek forgalomtechnikai jelek és egyéb ilyen forgalomtechnikai beavatkozások is, és hát mielőtt az aszfalt rákerül, nagyon sok helyen a gyenge teherbírás miatt pályaszerkezet cserék kerülnek elvégzésre. Ezek a konkrét projektek, mi kátyozunk, összesutunkat szépen sorba beosztás szerint egyszer megyük, két személyű főutak, aztán a 4-5 számjú összekötő és bekötő utaknak a kátyozása fog megtörténni, és ott pályázunk április 1 és május 31 között 2 részletben top pluszos forrásokra. Ez Nógrád megyében 6,6 milliárd forint. Mi jelen pillanatban minden útra kész terve rendelkezünk, ez nagy részt itt majd a Kis Zagyva völgyének a befejező projektje, Nagy Keresztúr, aztán a 2108-as Balassagyarmat és Galgok utak közötti útnak a felújításában fog nagy részt megvalósulni, legkorábban ősszel, de inkább tavasszal, mert hogyha a pályázatokat elfogadják, utána még közbeszerzési eljárásokat kell kírni, és hát amikor a forrás és a közbeszerzési eljárások találkoznak, akkor lehet elindítani a munkákat.
A Magyar Közút Nonprofit ZRT az elmúlt időszak tapasztalatait a korábbi évekhez hasonlóan felhasználja a jövőbeni üzemeltetési munkái tervezésekor és végrehajtásakor.